40 éve már, hogy Ecuador keleti felén, a Kondor-hegység szívében egy helyet a titokzatosság szellemelen körül. Ez pedig a Tájosz barlang, egy rejtélyes képződmény, amely valami mást is rejthet a mélyén. Nézzük hát a videót. A Tájosz barlang a Kondor-hegységben található. Ahhoz, hogy beléphessünk az alagútrendszerbe és az óriási termekbe, több száz métert kell ereszkedni egy olyan körülmények között, amelyek nem szívbetegeknek való. 1969-ben a magyar származású Móricz János eljutott a Tájosz barlangba, és jó néhány napi ott tartózkodás után közjegyző előtt foglalta írásba, amit ott talált. Az emberiség számára nagy kulturális és történelmi jelentőségű tárgyakat találtam. Külön figyelmet érdemelnek egyes fémlemezek, melyek egy letűnt civilizáció történelmét jeleníthetik meg. Ezt Alberto Borgesnek is elmondta az Equavisa egyik exkluzív riportjában. Hatalmas építményeket láttam a föld alatt. Nagy alagutakat, nagy termeket, emberi kéz által tökéletesen kidolgozva. És rengeteg tárgyat, amelyek felfedik előttünk az emberiség teljes történelmét a Földön. A Tájosz barlang környékén élnek a suarok, akik elsőként fedezték fel a barlangokat, ahová az ott élő tájosz madarak fiókái után kutatva jutottak el. Szarulgerendákat, kőtömböket találhatunk lent, melyekből arra következtethetünk, hogy azokat értelmes lények alkották. 1976-ban volt egy 35 napos közös ekvádori brit expedíció, melynek tagjai közt volt Neil Armstrong űrhajós is. Mikor kijött a Tájosz barlangból, azt mondta a sajtónak, hogy a föld alatti világba tett látogatása felülmúlja a Holdon szerzett élményeit. Vannak, akik ragaszkodnak véleményükhöz, mely szerint a Tájosz barlang egy olyan föld alatti világban nyíló kapu, ahol a kozmosz más dimenzióiból érkezett lények élnek. Egy expedíció éppen most ért vissza erről a titokzatos helyről, és azt állítják, hogy találkoztak ezekkel a lényekkel, akik fontos információkat vettek fel előttük. Mai esténkre meghívtuk az expedíció vezetőjét, Rafael Calderont. Isten hozott, Rafael! Foglalj helyet! Köszönöm, Rafael, hogy eljöttél. Az iménti videóbejátszásban egy titokzatos világot láthattunk, melynek mélyén nem csak bizonyos fémlemezeket fedeztek fel egyes kutatók, hanem állítólag valamilyen lények is élnek a föld alatti világban. Mi található tehát a Tájosz barlangban? A Tájosz barlang rejtélyes története jó néhány évvel ezelőtt, 1965-ben kezdődött, amikor is Móricz János megérkezett Ecuadorba. Felvette a kapcsolatot a suár indiánokkal, akik egy ősi nyelvet beszéltek, mely a kutató szerint a magyar volt. Mesélt nekik arról a magyar mítoszról, miszerint léteznek földalatti kamrákba rejtett fémlemezek, melyekre az emberiség történelmét vésték. A suárok megerősítették, hogy ez így igaz, és elvitték Móriczot a földalatti termekbe, ahol a kutató meg is találta ezeket a fémlemezeket. Még ugyanebben az évben, miután visszatért erről az expedícióról, megkereste az argentin és az ecuadori elnököt, mert segítségükkel szeretett volna egy expedíciót szervezni, hogy a világ elé tárhassa felfedezését. Sajnos ez nem vált lehetővé, mégpedig azért, mert Móricz kikötötte, hogy semmit sem szabad a felszínre hozni, hanem lent a helyszínen kell kialakítani egy múzeumot. Mármint, hogy minden ott maradna lent? Még most is ott van. Az időnk véges, és van valami nagyon fontos, amit úgy vélem mindenképpen át kell adni a nézőknek. Mesélted, hogy az expedíciót során bizonyos üzenetet kaptatok. Meséld el kérlek röviden a lényeget. Először 93-ban, majd 2000-ben, 2002-ben, 2008-ban és 2010-ben voltunk a Tájosz barlangban. Meggyőződhettünk róla, hogy a Móricz János által említett történet igaz. Az említett fémkönyvtár valóban létezik, és még valami más is van odalent. A föld alatti világban egy civilizáció éli mindennapjait. 12.000 évvel ezelőtt egy megakatasztrófa volt a világon. A teljes bolygóra kiterjedő özönvizet mitoszokból ismerjük. Létezett egy civilizáció, az Atlantisziak, akik azért, hogy biztonságban túléljék az özönvizet, bevették magukat a Tájosz barlang föld alatti világába, és a mai napig is ott élnek. Ugye ti fel is vettétek a kapcsolatot ezzel a civilizációval? Igen, felvettük a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akik ott élnek. Azonban nem csak velük, hanem azokkal a lakókkal is, akik nem földi eredetűek, hanem a földön kívülről érkeztek. És mit mondtak neked? Azt mondták, hogy a föld alatti világban örökítették meg az emberi
emberiség valós történelmét, mely ma még ismeretlen, de elérkezik a pillanat, amikor meg kell ismernie mindenkinek a tényeket, és hogy mik a gyökereink. És mi az, amit meg kell tudnunk? Mi az a nagyon fontos üzenet, amelyet kaptatok? Az, hogy összekötetésben vagyunk a kozmikus lényekkel, hogy ők ültették el az élet magját a Földön, és hogy ezt hamarosan fel is fedezzük. Azt, hogy az emberiség hiányzó láncszeme pontosan a Földön kívüli láncszem, és hogy civilizációnk nagy átalakulás előtt áll, amely a maja proféciák szerint 2012-ben válik kézzelfoghatóvá. Miből áll ez a nagy változás? Ez a felébredés egy újfajta tudatosság megjelenése, ugye? Így van. Mindannyian egy új tudatszintre emelkedünk. Felébredünk Csipke Rózsika álmunkból. Mostanáig elmerültünk a társadalmi, gazdasági és politikai válságokban, de ha felébresztjük a bensőnkben szunnyadó erőket, mint például az érzékszerveken túlérzékelés, akkor ismét telepatikusan tudunk majd kommunikálni. Újra élednek látnoki képességeink, olvashatunk egymás gondolataiban. Ha fel tudjuk magunkban ébreszteni ezt a tudatosságot, akkor egy egészen más világban fogunk élni. Rafael, ezek a különleges emberek, akik felvették veled a kapcsolatot, hol vannak? Hoztál magaddal ide valakit, hogy megismerhessük? Nem, mivel úgy gondolják, hogy egyelőre célra vezető biztonságos távolságot tartani, és csak néhány emberrel érintkezni. Hírt adni létezésükről, és arról, hogy készül a terv. Ugye tudod, hogy olyan nagy a kételkedés ennek a népnek a létezésével kapcsolatban, miután nem láthatjuk őket, és nem is beszélhetünk velük. Igen, de mi már elkezdtük építeni a hidat, amelyen keresztül kommunikálhatunk majd velük. Ez volt a dolgunk. Minek köszönhető a 2012-ben bekövetkezendő váltás a tudatszintben? Minek tudható be? Mi történik a kozmoszban, ami hatással van ránk? A maják azt hirdették, hogy 74-től kezdődően a galaxis központi csillagjából egy olyan energia érkezik, melynek ők a Hunab-Ku nevet adták. A NASA szerint a mostani klímaváltozás nem a fosszilis energiahordozók elégetésének következménye, hanem a galaxis központi magjából érkező sugárzásnak köszönhető, mely változásokat és mutációkat okoz az egész bolygón. Sőt, a Földdel egyetemben a többi bolygó is felmelegedést él át. És ez hogyan befolyásolja a tudatszintünk fejlődését? A Föld mágneses mezője változóban van, rezgése emelkedik, és ez minket is érint. Egy mutációs folyamaton megyünk keresztül. Felfedezték, hogy a gyerekek DNS-ében egy harmadik szál van kialakulóban. Az indigó és a kristály gyerekek figyelemre méltó képességek. Emlékeznek előző életeikre, telepatikus úton tudnak kommunikálni, a puszta akaratukkal tárgyakat mozgatnak. Ezek a föld alatti teremtmények, akik a földön kívüli lényekkel is kapcsolatba kerültek, hogyan néznek ki? Hogyan mutatkoztak meg nektek? A suarok mitoszaikban említik ezeket a lényeket. Beszélnek Cunki, Lunki, Ivian és Arutan nevű népekről, akik a föld alatti világban élnek. Kinézetre egyesek alacsonyak, kb. 90 cm termetűek, míg mások kb. 180 cm magasak, és vannak köztük 2-2,5 méteres óriások is. Te láttad mindannyiukat? Kapcsolatba léptél velük? Én a kistermetű lényekkel léptem kapcsolatba, és szintén láttam olyan lényeket, akik egyfajta fényjelenségben nyilvánultak meg. Ez hihetetlen, rendkívüli volt. Még én sem hiszem el, pedig tényleg átéltük. Nem, én nem tudom elhinni. Nem csak mi láttuk őket, hanem ott voltak velünk a suarok is, valamint José Santi is, az ecuadori hadsereg egy parancsnoka, és ő is látta a jelenséget. Nos, tehát ezeknek a lényeknek az az üzenete az, hogy legyünk tudatosabbak, spirituálisabbak, mert elkövetkezik a korszakváltás. Hogyan tudjuk ezt elérni? A jelenlegi válság szerintük a mi belső válságunknak a kivetülése. Olyan, mint egy hologram. Ha rendbe akarjuk tenni a világ dolgait, akkor előbb saját magunkat kell rendbehozni. És ezt hogyan tegyük? Három részből állunk, egy fizikai, egy szellemi és egy lélektestből. A társadalom sajnos nem segíti elő, hogy ezt a három részt együtt tudjuk fejleszteni. A fizikai testünket nagyon kifejlesztettük, a szellemit is, a lélektest meg ott van, de... Tehát fejlesztenünk kell a spirituális részünket ahhoz, hogy felkészülhessünk, például a meditáció segítségével? A meditáció jó technika, segíthet a befelé figyelésben, abban, hogy ráébredjünk arra, hogy Isten bennünk él. Közvetlen kapcsolatba léphetünk vele, ehhez nincs szükség közvetítőkre. Köszönöm, Rafael. Még órákig tudnánk itt maradni, ma máskor folytatjuk majd a beszélgetést. Nagyon köszönöm.